Jó estét kívánok, kedves nézők, köszöntöm Önöket a Weekend második részében. Egy igazi dalpremierrel folytatjuk hamarosan. Szirota Ciki János a vendégünk, a Nelson együttes frontembere, és már itt beszélgettünk mielőtt elkezdtünk valóban itt élőben beszélgetni arról, hogy gyakorlatilag jól csinálni a zenét, azt igazándiból lehet egy ideig, és aztán mondjuk jön egy divat hullám, és nagyon sokszor ezek az együttesek úgy eltűnnek a süllyesztőbe. Nagyon kitartónak kell lenni, hogy valaki higgyen abban, hogy éveken, évtizedeken keresztül is menő, vagy legalábbis sikeres lehet az, amit csinált, így vagytok ezzel. 16 éve nyomjátok kőkeményen. Voltak azért hullámvölgyek, amikor úgy gondoltátok, hogy akkor marad a garázszenélés, mert hogy ennek a közönségnek már nem lehet játszani? Tényleg 16 éve nyomjuk kőkeményen. Maga az elképzelés már abszurd volt, ahogyan mi elkezdtük. Három fővel kezdtünk el rockzenét játszani élőben, ami azt jelenti, hogy volt egy élő gitár, élő szinti és gépdob basszus alap. Tehát ez már abszurd volt, de működött 10 éven keresztül, aztán 6 éve megcsináltuk az élő felállást. Azért nem igazán voltak hullámhegyek, mert ugye talán mire jött volna, addigra mi csináltunk egy élő felállást. Ami a lényeg és ami nem változott ez alatt a 16 év alatt, hogy ugyanazt az üzenetet hordozzuk a mai napig. A mai dalok ugyanabban a felfogásban születtek, mint a 16 évvel ezelőtti vágyak és álmok, amit itt mutattunk be szintén nálatok, és ami gyakorlatilag felemelte ezt a zenekart, már amennyire szárnyalunk. De azért mégiscsak kell egy picit változni, ugye? Lehet úgy, hogy azért az ne menjen mondjuk a minőség, vagy annak a műfajnak a rovására, amiben hisztek? Természetesen, hát mint ahogy az idők változnak, jön az elektronika mindenhová, betalál hozzánk, még nem sikerült neki betörni, de a zenében magában kell egy kis mai hangzást is beletenni. Tehát amit majd a következő lemezünkön hallanak a kedves rajongók, vagy akik szeretnek minket, az már egy annyiban lesz más, mint az eddigiek, hogy abban már a dobosunk véleményét kikérve, mert ő most jár Kőbányára Kőbányán zenét tanul, és ez a lényeg. És ugye ő 20 éves, 21 éves, tehát ő azért a fiatalok között él, és ő tudja hozni, hogy mi az, amit csempészünk vele a dalokba, és így megmaradva amellett a gerinc mellett, amiért, vagy amihez mi ragaszkodunk, azért ragaszkodunk, mert ezt szeretjük, és ha nem ezt csináljuk, akkor nem lesz önazonos a dolog, és így értelmét veszti az egész. És talán ez az, ami adta azt, hogy 16 éve működünk. Itt magamban vigyorgok, hogy a Zeneakadémia az lehet, hogy egy kicsit túlzásnak, az, igen, de hát mondjuk az... lehet, hogy ezt a műfajt is lehet ötvözni, akár a komoly zenét is, ki tudja. Persze, van egy ilyen tervünk egyébként, hogy szimfonikus zenekarral fogunk fellépni hát elárulom, majd talán nem fognak megharagudni a kollégák. Úgy néz ki, hogy a Folk Fusion és a Nelson zenekar közösen valahol idén ősszel csinál egy szimfonikus zenekarral a háttérben egy hatalmas bulit. Nagy valószínűséggel Máté Szalkán fogjuk ezt megcsinálni, de hogyha nem sikerül megegyezni a helyi vezetőséggel, akkor az is elképzelhető, hogy országgal arrébb, tehát Romániában csináljuk meg. Na, hát ez izgalmasan hangzik. Egy picit beszélgessünk arról a nagy durranásról, ami nem régiben történt, ugye a Boney M-nek voltatok az előzenekara. Hát a Boney M is egy olyan csapat, aki ugye évek óta töretlenül felbukkan. Konkrétan gyerekkorom. Igen. Tehát ugye voltak az Abbások, meg a Boney M-esek. Igen. Te a Boney M-es csapat... Ban voltál? Nem, én a Deep Purple-esben voltam. Te egy másik vonaton utaztál. Milyen volt ez a Boney M előzenekar? Nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Hatalmas élmény volt. Egyrészt az nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt és jól eső érzés, hogy elfogadott minket az a közönség, aki a Boney M miatt jött oda, mert nyilván a Boney M miatt jött sok ezer ember, nem miattunk.
bár az se elképzelhetetlen. Tehát maga az, hogy elfogadott minket a közönség a rockzenénkkel, és abból ilyen nem játszott rockzenét, viszont élőzenét, azt igen. Aztán nagyon nagy élmény volt találkozni a tagokkal, még ha nem az eredeti tagok is, de a Sheila az igen. Már az eredeti Boniem utolsó felállásaiban énekelt is, meg rokoni szálak fűzik a eredeti előadókhoz. És maga a produkció pedig óriási volt, amit ott produkáltak a fiatalok, mert hát többnyire fiatalok magyar session zenészek voltak mögöttük. Én nem tudom, tényleg még mindig foglalkozom ezzel az érzéssel, illetve még mindig feldolgozás alatt áll bennem az érzés, hogy Magyarországon talán először mi voltunk a Boniem előzenekara. És ez olyan furcsa kimondani. És egyben jó is, egyben nagyon jó. Ez egy jó nagy flash szokott lenni, hatalmas. És ilyenkor azt gondolom, hogy hónapokig lehet ebből táplálkozni, így és van, amikor így esetleg van. Egy picit nehezebb, akkor is azt mondod, hogy fú, hát ez mekkora volt, és ezért érdemes újra és újra elővenni a pontosan dolgokat. Így van. Ha már itt a rokoni szálakról beszéltél, neked meg ugye hát nagyon erős rokoni szálak kötnek a saját lányodhoz, Sirota Jenniferhez, egy picit azért róla is faggatóznék, hogy van most, és... Dolgoztok-e együtt mostanság? Köszönöm szépen a kérdést, remekül van. Ugye tudjuk, hogy ő most a Pánograsztal folyamatosan turnézik, amellett csinálja a saját zenekarát, illetve csinálja, hát ez csúnya kifejezés, eljár fellépni a saját zenekarával. Ő úgy hívja, hogy Sirota Jennifer és zenekara, én azt mondom, hogy Jenny's Band, de ezen mindig vitázunk. Nekem olyan szimpi az a Jenny's Band, mert egy kicsit áthallásos, és rengeteg Janis Joplin dalt is játszanak. És emellett nekünk is besegít most az új lemez készítésében, amit még nem tudott, hogy ez a dal, amit be fogunk mutatni, amikor felvettük, akkor ő még nem tudta, hogy vokálozni fog rajta. Mikor megálltunk Csányi Szabi előtt, aki a felvételeket készítette, amit ezúton is köszönjük neki, hát és Szakán akkor már gyanított valamit, hogy itt valami sumákság van. Aztán ment, elmondtuk neki, hogy ha van kedve, akkor jó, örülnénk neki, hogyha rávokálozna a dalokra. Hát három dalt vettünk fel aznap, ő 15 perc alatt végzett, én nem mondom, hogy én mikor jöttem. Nem. Egyébként ő hagyja, hogy beleszólj még a dolgaiba, vagy ezért? Persze, ő... hagyja, csak nem... Beleszólsz, de úgy csinálja, hogy akarja. Így van. És te kikéred az ő véleményét esetleg? Abszolút. Minden koncert után megkérdezem, hogy jól énekeltem-e, és hogyha azt mondja, hogy aha, akkor tudom, hogy nem. Hogyha magától mondja, akkor nem kell kérdeznem, akkor tudom, hogy igen. Na, akkor most szerintem majd felhívjuk, és megkérdezzük, hogy énekeltél most. Jó. Mert hogy most pillanatokon belül a nézők is láthatják, tehát az Ébredj Európa című dalnak a Kölcsei Televízióban, itt a Weekendben az ős bemutatóját. Nem tudni miért és hová, nem tudni merre visz az út. Talán te sem tudod, miért indultál el, akarod-e ezt a háborút. Sok fegyver csőre töltve áll, karnyújtás nyira a halál. Gondjaink tengeréből van-e még kiút, nem akarunk még több háborút. Európa ébredj, most légy erős, legalább gyermekeinkért. Tengernyi szenvedés, küzdelem után, légy újra bátor oroszlán.
csak remél. Talán van remény, és győz a józan ész, vagy jövünk az enyészetbe vész. Európa ébredj, álmod véget ért, most légy erős, legalább küzdelem után, légy újra bátor oroszlán. Európa ébredj, álmod véget ért, most légy erős, legalább gyermekeinkért. Tengernyi szenvedés, küzdelem után, tengernyi szenvedés, küzdelem után, légy újra bátor oroszlán. A következő percekben egy különleges gyereknapról fogunk beszélgetni többek között. Szabó Sarolta, a Sustói Múzeumfalu igazgatónője vendégünk. Jó estét! Szia, Saci! Szervusz! Május 30-a környékén volt ugye a gyereknap, de ahogy említettük, ez egy különleges gyermeknap lesz. Milyen apropó hozta ezt a rendezvényt, vagy mi hívta életre? Hát igazából arra gondoltunk, amikor így évelején leültünk a munkatársaimmal, és gondolkodtunk azon, hogy azokon a szokványos programokon kívül, ami a Sustói Múzeum falu programjaiból tartozik, hiszen az a cél, hogy azokat a szokásokat is, nem csak az épületeket, hanem azokat a szokásokat is megőrizzük, vagy felelevenítsük a mai generációk számára, amelyeket valamikor gyakoroltak a húsvét, a pünkösd, a majális, és hogy ezek mellett olyan programot is kínáljunk, ami egy kicsit szokatlan, és ami egy kicsit a hozzánk, a Nyíregyházára, a Sóstóra érkezőknek is szól, meg azoknak a nyíregyháziaknak, akik már hazajöttek nyaralásból, vagy ezután mennek el, vagy nem tudnak elmenni, de minden esetre a családoknak, a gyerekes családoknak gondoltuk, hogy egy ilyen nyár közepi programot kínálunk a Sustói Múzeumfaluban, és hát remélem, hogy egy olyan programot sikerült összeállítani és kínálni a látogatóink számára, ami fölkelti a gyerekes családoknak az érdeklődését, és részt vesznek majd ezen a programon. Ez tényleg nagyon jó ötlet, mert ugye még ez a május végi gyereknap, ez javában az iskolaidőben szokott lenni, és hát nem is mindenki tud arra sort keríteni, hogy esetleg egy teljes napot arra szenteljen, hogy kikapcsolódjon, mert mondjuk valamiféle sürgető házi feladat miatt otthon kell lenni. Hát ilyen most ugye nincs, a vakáció kellős közepén vagyunk. Ez 30-án lesz, ugye? Igen, ez a nap. 30-án vasárnap. Na, akkor egy picit kínáljuk meg a kedves nézőket a programmal, mi mindent láthatnak a Sustói Múzeumfaluban vasárnap. 10 órakor kezdődik a program, és hát folyamatosan igyekszünk olyan dolgokat mutatni, és amiben aktívan is bekapcsolódhatnak, illetve lesznek színpadi programok is. 10 órától 11 óráig a gyerekek szeretik az állatokat, és kutya bemutató lesz, tehát sok családnál van kutya is, és hogy azokat hogyan tanítják, illetve mire kell a tanításuknál odafigyelni. Ez a nyíregyházi kutya önálló jogú tehát a nyíregyházi tehát egy kutyás bemutató lesz. Aztán gondoltunk a gyerekekkel, a gyerekekre, hogy mese morzsoló.
Hajdúvágot a magyar népmesékből, de zenés kísérettel fog erről majd, illetve előadni népmesét, és igazából lesz egy nagy zenekarunk is, úgynevezett nagy zenekar, ez a Mintapinty zenekar, ez a gyerekek körében, vagy a gyerekes szülők körében ismert, és ők adnak egy élő koncertet, de gondoltunk a gyerekek nél egy kicsit, hogy el is varázsoljuk, tehát lesz bűvész is, aztán lesz hangszersimogató a múzeumfaluban, amikor itt testközelből különféle hangszereket megismerhetnek. És akár aztán, meg is szólaltathatnak, akár meg is szólaltathatják. Aztán lesz egy báb előadás is a nap folyamán, ez már inkább délután lesz, és lesz egy ilyen táncos bűvész show is, amely a gyerekek közreműködésével fog majd megvalósulni. Ez nem kell megijedni, nem varázsolják el végképp a szülő gyerekeit, tehát vissza fogják kapni, ha máskor nem, akkor távozáskor. Bár én néha személy szerint úgy vagyok vele, hogy valaki elvarázsolhatná őket egy pár órára, de ez nem az a műfaj lesz, és nem az a rendezvény. Reméljük, hogy azért pár órára nekünk is sikerül elvarázsolni, és miután múzeumban is vagyunk, ezért egy picit játékos módon, de mondjuk a régészettel is szeretnénk megismertetni a gyerekeket, úgyhogy lesz egy régész sarok a múzeumfalu egyik portáján, és aztán készíthetnek különböző anyagból, természetes anyagból játékokat, amiben a kolléganőim fognak majd segíteni, de lehet majd szekerezni is, meg lovagolni is, tehát ki lehet próbálni. Aztán lesznek olyan népi mozgásos játékokat lehet majd tanulni 11 óra és 14 óra között, amelyet lehet, hogy ma mai gyerekek inkább már szívesebben ülnek számítógép előtt, de mi szeretnénk, hogyha most erre a napra ezt elfelejtenék. Tehát senki nem vigye a tabletjét, meg a kütyüjét, legfeljebb azért, hogy megörökítse az ottani élményeit, tehát fotózásra csak és kizárólag. Igen, hanem egy kicsit bekapcsolni is, hogy mozogjanak is, élvezék a környezetet, a programokat, és maguk is aktívan részt vegyenek benne. És hát gondolom, hogy a gasztronómia azért az kimaradhatatlan, hogyha egyszer múzeumfalu, tehát meg is lehet ott azért a népi ízeket kóstolgatni. Lesz-e most valami sütés, langalló, vagy bármi más? Igen, lesz. Készül a kemencékben különféle kelt tészták, úgyhogy azokat is majd meg lehet kóstolni, és a gyerekek, akik bejönnek, az első kétszer látogatunk, a jegy mellé kap egy zsákba macskát is, amit különböző helyeken a múzeumfaluban majd be tud váltani, és hát többek között be lehet váltani mondjuk perecre, vagy kakaós csigára, és egyéb dolgokra is, amit úgy gondolom, hogy ez maradjon egy kicsit háttérben, titokban, és hogy jöjjenek el, és próbálják ki, és váltsák be a különböző helyeken ezeket a bónuszokat. Tehát akkor július 30-án, vasárnap délelőtt 10 órától egészen este? Hát ha nem is este, de egészen délután 15 óráig lesznek programok, de hát természetesen a múzeumfalu 18 óráig van nyitva, és ha valaki jól érzi magát, akkor fáradalmakat ki lehet pihenni, nem is egy ilyen szén a bogja tövében, de valamelyik háznak a hűvös tornácán, azt gondolom, hogy egy nagyon szép program lehet a kedves nézőknek. Saci, köszönjük szépen! Ilyenkor, amikor azért így a múzeumfokból jöttök, és ezekről az ízekről beszélgettek, én megmondom őszintén, igazi ilyen ilyen kórász módon már elindul a pavlovi nyár elválasztás, tehát már valahol az orromban érzem azokat a finom illatokat, amik ott a múzeumfalu kemencéiből szoktak előtörni. Úgyhogy köszönöm szépen, és reméljük, hogy nagyon sokan ellátogatnak a rendezvényre. Én is köszönöm. Mi pedig hamarosan folytatjuk, mégpedig egy nagyon különleges kezdeményezéssel, amelynek neve Labor Café. Remélem, hogy sokan látták, és meg is kóstolták itt az ott található kávét, de nem csak kávét, hanem rengeteg közösségi programot is lehet látogatni. Erről beszélünk hamarosan vendégeinkkel.
Sós Kinga, Siska Zoli és Mário következő vendégeink, és sajnálatos módon utolsó vendégeink, mert műsoridőnk végén járunk. Kinga, te a Kocka Klub alelnöke vagy, Zoli pedig önkéntes a Labor Caféban, ahogy a nézők a pólódon is láthatják, és én itt pár perccel ezelőtt mondtam, hogy egy ilyen nagyon különleges dologról fogunk beszélgetni. Ez a Labor Café Nyíregyházán a Szarvas utcán található, bővebb információkat reklám miatt nem árulhatunk el, viszont azt gondolom, hogy azért mégiscsak, hiszen ez egy adományokból alakuló, és gyakorlatilag a közösség szelleméből, erejéből, szeretetéből és barátságából épülő dolog, ahol együtt lehet lenni, jól lehet magunkat érezni, és gyakorlatilag egy olyan színfolt, azt gondolom, ami ma nagyon-nagyon hiányzik az emberek életéből, mert hogy szinte elfelejtünk találkozni, elfelejtünk élőben találkozni, elfelejtünk élni, itt viszont mindezt lehetséges. Zoli, egy picit te önkéntesként mióta követted a Labor Café életét? Ezt tavaly év októberitől vagyok ott szinte minden nap, tehát rendszeresen. Így hát elég sok mindent is tudok a Labor Kávézó működéséről, és ahogy említetted is, igen, tehát az embereknek a egymáshoz való fordulását segíti nagyban a Labor Kávézó és az egymással való találkozást. Fekete Évi találta mindezt ki, aki most nem jöhetett el, és ő nagyon hitt abban, hogy itt lesz annyi ember, aki ezt tudja működtetni. Most egy közösségi oldalon láttam egy összefoglalót a Labor Café életéről, és abban ugye benne van, hogy azért voltak nehézségek, voltak olyan pillanatok, amikor úgy tűnt, hogy ez a szép hely, hát nem azt mondom, hogy megszűnni látszik, hanem veszélyben volt az életetek. Mi volt az, ami segített? Fekete Éva és Fekete Nória testvére, akik ezt a dolgot kitalálták és azóta is működtetik. A veszélyét végül is most így visszagondolva már nem tartom veszélynek, mert hogy amiért az az egész dolog megalakult, ez meg is be is bizonyosodott, hogy a közösség összefogása az szinte azonnal lehetővé tette azt, hogy ez a épp időlegesen felmerülő probléma szinte azonnal fel is hárult. Hogyha valaki nem ismeri ezt a helyet, hogy tudnátok pár mondatban bemutatni? Mitől különleges ez? Mondanak Inga, hogy pár szót erről? Amit én képviselek, szubkultúrát, én úgy mondanám, hogy tökéletes helyen lenne egy olyan társaságnak, aki szereti a videójátékokat, a fantazit, a társasjátékokat, és ezt nem szégyelik korhatár. Tehát, hogy mondjam, nem szégyen 99 éves. Igen, 0-tól 99 éves korig bárkit fogadunk szeretettel, és szombatonként ilyesmi bulikat tartunk. Tehát ez a gyakorlatilag ugye ez a ti törzs helyetek, ott igen. Találkoztok, aki akar, megy, bekapcsolódik, társasoztok, videójátékoztok, vagy kinek milyen, bocsánat, idézőjelbe téve perverziója van nyilván a szónak a jó értelmében. Tehát ez egy jó buli hely, de aki mondjuk egy kávéra vágyik, és nem ismeri Nyíregyházát, és bemegy ide, az ott mit tapasztal, Zoli? Hát először is az, hogy... Hogy megy ez nálatok akkor? Hogy nincsen senkire se ráerőszakolva az, hogy hogy és miként tegyen, nincsen senki sem noszoktatva azért, hogy valamit is tegyen ott. Az már bűven elegendő, hogyha oda bejön és megtapasztalja azt, hogy valójában a szabadon lét és az egymás felé forduláshoz az önkéntesen történik, és nincsen semmi sem bekorlátozva. Így hát bármi előfordulhat, és bármi meg is történhet a helyen belül. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy ha valaki magányos, vagy valaki barátokkal van, akkor is biztos, hogy újabb barátokra tesz szert. Én gyakran járok ezen az utcán, és láttam, hogy például gőzerővel egy teraszt alakítottatok ki nemrégiben, raklapokból, és gondolom, hogy azt sem mások csinálták, hanem önkéntesek. Hogy folyta meló? Így van, az is. A terasz is azóta, ahogy te is észrevetted, ezt mások is nagyon sokan észrevették, és ez egy nagyon-nagyon nagy csábító ereje lett a helynek, mert hogy az elkészítését is láthatták, és akik ott jártak, azok szemmel figyelték és követhették azt, hogy ott ténylegesen az önkéntesek voltak azok, akik létrehozták azt is benne. És hát ami mostanában ugye még pluszban zajlik, hogy vannak különböző programok, tehát nem csak úgy adhok lehet ott jól érezni az embereknek magukat, hanem akár fellépők, vagy akár ilyen klubok is. A nyár hogyan zajlik majd? Vannak-e már tervek, amiről most be tudtok számolni? Egyébként tegnap Hajdú Ágota zenélt a Labor Caféban.
azt hiszem, hogy a Márió klub is várja majd. Július 29-én Márió mindenkit szeretettel vár. 10 éves kor felett várunk minden merész versenyzőt, ez aki úgy jelent? Gondolja. A verseny, amiben itt részt vesznek, az virtuális, de nem akár milyen pályákon fogunk versenyezni ezzel. A levegőben, a csillagok között, szárazföldön, sivatagban, csak a fantázia szabhat át Isten igazából, hogy merre. Emellett pedig nem csak gokartba ülnek a versenyző többek között Márió is, hanem a barátai, és mindennek a versenynek a különlegessége az, hogy nem csak a pálya ad bizonyos akadályt, hanem a versenyzők maguk is. És ezt hol kell elképzelni? Számítógépen csináljátok? Vagy? Van ehhez egy kifejezetten erre készült játékkonzol, és azon fogjuk majd ezt a versenyt tartani, és 4 fős köröket fogunk kialakítani, amikben az utolsó fog kiesni, és egyre jobban fog itt szűkülni a kör, és az utolsó 4-es fog egy különleges, általunk megszabott pályarendszeren végigmenni. Fel vagytok készülve tömegekre is akár? Mennyi a terasz befogadó képessége? Eddig 15 főt számoltunk, de ha még jelentkezik az a 15 fő, aki érdeklődik az esemény iránt, akkor 30-an leszünk körülbelül. Hogy lehet csatlakozni ehhez az önkéntes csapathoz, Zoli? A laborkávízóba akárki bejöhet, és sem mindenki bejöhet, inkább így mondom, és ott mi felveszük fel a kapcsolatot, és az úton utána már minden megbeszélésre kerülhet, és nem különben még azt megemlíteném, hogy most lesz a második éves évfordulója a laborkávízó fenntállásának közeljövőben, nem sokára, és ebből is egy nagy attrakcióval készülünk. És azt gondolom, a közösségi oldalon is ott vagytok, tehát igen, akár ott is lehet nyomon követni az eseményeket, jelentkezni, de hát a legjobb a személyes jelenlét, úgyhogy erre ösztönzünk mindenkit. Tehát akkor előre is boldog szülinapot, reszkessetek, nem tudom, Márió rajongók, a kockákat azt üdvözöljük, megsimogatjuk őket, és további kitartó, sok örömteli játékot kívánok. Szívesen várunk mindenkit. És jó hétvégét nektek. Köszönjük, hogy itt voltatok, és a nézőknek is nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak, és várjuk önöket a jövő héten is nagy-nagy szeretettel itt a Weekendben. Viszontlátásra!